Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek benneteket! Takács Márta vagyok, ebben a videóban az egyensúlyról szeretnék pár gondolatot megosztani veletek. Úgy gondolom, hogy koromból adódóan talán tudok pár hasznos tanácssal szolgálni nektek. Én nagyon fontosnak tartom az egyensúlyt az életünkben, Szerintem ahhoz, hogy az életünket boldogan tudjuk élni, az egyensúly fenntartásához nagyon nagy szükség van. És én az egyensúly alatt a testi, lelki és a szellemi egyensúlyt értem. Tehát, hogyha valakinél felborul az egyensúly, a három közül valamelyik fogaskerék kiesik, akkor. Jönnek a sérülések, úgy lelkileg, mint testileg. Nekem jó párba volt részem, és szeretném ezeket veletek majd megosztani a későbbiekbe. Nem tudom, hogy veletek történt-e már olyan, hogy felborult az egyensúly az életetekbe, és ti azt hogy küzdöttétek le. Ennek a megoldására többféle eszköz rendelkezik. Én nagyon sok eszközt használtam, és használok a mai napig is, de az egyik, amit a legfontosabbnak tartok, hogy az egyensúlyt meg tudjuk az életünkben tartani, az az emberi kapcsolatok. Nagyon nagyon fontos, hogy amikor bármilyen területen felbomlik az életedbe az egyensúly, akkor legyenek körülötted olyan emberek, akikhez bizalommal tudsz fordulni. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy mindig voltak körülöttem segítőkész emberek, és ezt igyekszem a mai napig is föntartani. Igyekszek hidakat építeni az emberek között, amit nektek is szeretettel ajánlok, hogy ne ellenségei legyetek egymásnak, hanem próbáljatok meg hidat építeni, egymáshoz szeretettel fordulni, és ha valaki a közegetekbe segítségre szorul, akkor attól nem elfordulni, hanem legyen bátorságotok megkérdezni, hogy miben segíthetek. Hát nem tudom, hogy e, e, ezek közül melyik az, ami rátokta, rátok, vonatkozik, de a következőkben igyekszem kifejteni, hogy én nekem milyen kívásaim voltak, és mit használtam. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!